Varázslatos erdő címmel nyitották meg Ekerai Vorászámot Prakán kiállítását pénteken a József Attila Városi Könyvtárban. A bonyolult nevű fiatalember az ázsiai egzotikus országból Tájföldről érkezett városunkba, és közel egy hetet töltött nálunk. A Bangkoki Egyetem tanáraként is dolgozó animációs szakember általános és középiskolás diákoknak tartott előadást munkájáról, de alkotásait a város egészének is megmutatta a kiállítás keretében. Ez az én kiállításom, melynek témája a varázslatos erdő. Valójában ez a varázslatos erdőben élő állatok történetét meséli el. A képeket számítógépes programmal, Photoshop segítségével rajzoltam meg egy tableten. Egyébként jelenleg a Bangkoki Egyetem animáció és multimédia karán tanítok. A hobbim a rajzolás, de néha biciklitúrákra is eljárok. A táj animáció szakember a makói videó és művészeti műhely szervezésében érkezett Makóra. Cibolya Kálmán 2013-ban egy ázsiai szakmai látogatása során ismerkedett meg Ekarájjal. Azóta folyamatosan nyomon követi a fiatal tájszakember karrierjét. Tartjuk a kapcsolatot, szinte napi kapcsolatban vagyunk, és ő kérdezte meg, hogy volna erre lehetőség, hogy eljöjjön ide tartani foglalkozásokat. Európában járt, Magyarországon még nem. Kapva kaptam rajta, hiszen nem rossz, hogyha megismerik, jó energiákat, jó dolgokat kap Magyarországtól. Ezért szinte egy hetet töltött itt Makón, 5 napot. A Varázslatos Erdő című kiállítás nyitvatartási időben tekinthető meg a József Attila Városi Könyvtár olvasótermében.